úgy melengeti a szívemet, amikor ilyen szorgos kis törpöket látok magam körül. Lusti! Igen, igen, már is megyek, törpapa. Te miért nem segítesz a törpieknek? Én akartam nekik segíteni, de annyira megfájult a fejem, meg a hátam is, és na meg a gyomrom is, meg a... De most, hogy már pihentél, eredj és hozz egy kis vizet! Igen is, törpapa. De megszomjaztam. Mi is, de Lusti egy csepp vizet sem hozott. Micsoda? Biztosan megint szúnyókál valahol. Na, megállj, te lustaság, kapsz majd a törpödre, ha előkerülsz. Törpapából nem lehet csak úgy bolondot csinálni. Lusti, törpölj el az erdőbe tűzifáért. Igen, törpapa. Támogatom az ötletedet, ugyanis naplopóknak itt semmi helye. Hami, menj, te is némi mozgásra van szükséged. A manóba, dolgozni, mindig csak dolgozni. Na, mozog már, Lusti. Törpapa szerint a törpöknek csapatmunkát kell végezniük. Egy kis erőfeszítéstől nem szakad meg a törp, igaz? Nem igaz. Lehet, hogy megint balgaságot mondtam. Elegem van a munkából, szundítani szeretnék egy kicsit. Semmi máson nem vágyom jobban, mint egy nagy kosár áfonyára. Az evéshez is fáradt vagyok. Ez aztán pompás pihenőhely. Szundítok egy kicsit. Aztán folytatom a munkát. Lusti! Ez meg micsoda? Hát te meg ki vagy? A nevem Cicero. Kisbarátom, te nagyon elfáradhattál. De elám! Pihenésre van szükséged, már tudom is, hová viszlek. Gyere! Miért? Hová akarsz vinni? A paradicsomba, ott nincs munka, nem létezik felelősség, és mindig azt csinálhatsz, amit akarsz. Biztosan tetszeni fog. Hát én... Lusti! Lusti! Jó, már is megyek, csak várj még egy percet. Ez a beszéd. Gyere, gyere! Ott van, nézd! Lusti, hová tűntél? Annyi dolgunk van. Gyere már! Láttad ezt? Lusti csak úgy áttörpült a vízesésen. Meg kell mentenünk. Te próbálj meg utána menni, én pedig majd vigyázok a tűzifára. Azt már nem, csak utána, okuska. Várj egy kicsit, beszéljük meg ezt a dolgot. A manóba. A manóba. Isten hozott benneteket a paradicsomban, a nevem Bacchus, én leszek a házigazdátok. Itt minden a tiétek, amit csak megkívántok. Köszönöm, Bacchus, ez fantörpikus. Én is nagyon köszönöm. Itt nem maradhatunk, ugyanis tűzifát kell gyűjtenünk, és... Tűzifát? Az ott mind a tiétek. És törpapa azt mondta, idegenekkel sose álljunk szóba. De mi a barátaitok vagyunk. Törpapa nagyon haragos lesz, hogyha megtudni. Ne légy már ilyen ünneprontó. Tényleg, okoska, lazíts egy kicsit. Így kell ezt csinálni, hiszen olyan rövid az élet. Minden ágyban aludtam egy törpnyit, és már nem is vagyok álmos. Én egy falatot nem tudnék enni. Úgy unatkozom. Én is. Én is. Ne is mondd. Ha-ho, kedves Bacchus. Bacchus, na mit parancsoltok? Még néhány párnát vagy süteményt? Valami izgalmasabbat. Úgy unatkozunk. Igen, meg én is. Én is unatkozom, játszunk valamit. Játszunk bujócskás vadászatot, remek mulatság lesz. Bujócskás vadászatot, az mi?
Nagyszerű játék, ti elbújtok, és Cicero meg mi vadászunk rátok, kezdhetjük. Egy, kettő, három, négy, öt. Na, törpéletes, itt sosem talál meg minket. Ha, nagyon remélem, hogy kitikattam a futástól. 8, 9, 10. Aki bújt, aki nem törpök, mi indulunk. Izgalomra vágytatok, hát most megkapjátok. Látod őket? Nem, de valami mégis azt sugja, hogy itt vannak a kicsikék. Jaj! Én csak két hangot hallottam, főnök, he? Remélem, nem csökken a varázserőm. Lusti, segíts! Jaj, mit bolondoztak velem már megint? Szabadíts ki minket! Sose hagynak aludni. Hát ti meg hogy a manóba kerültetek ide, pupákok? Fogalom sincs, egyszer csak itt voltunk és kész. Na persze. Gyertek, keresünk valami jobb búvóhelyet. Meglepetés, meglepetés! Mi ez? Nincsenek itt? Hová tűntek? Ne aggódj, főnök, nem mehettek messzire. Igazad van, szerintem arra futottak. Arra mi? Itt nem találnak meg minket. Vigyázzatok! Jaj, mit bolondoztak már megint? Ne, nem mi voltunk. Azaz, szobor megmozdult. Gyerünk, mozduljunk mi is valami nyugalmasabb búvóhelyre. Vágd meg minket! Na, most megvagytok! Megint megszöktek, én egyre dühösebb leszek. Nyugalom, főnök, meglásd, hamarosan meglesznek. Előkerítem őket! Akárhová is bújtak a kis gazfickók, ezúttal elkapom őket! Elám! Szóval itt vagytok. Erre talán eléphetünk. Veszélyes helynek tűnik. Elegem van ebből a játékból. Gyerünk, Cicero, eljött az ideje, hogy komolyra fordítsuk a szót, és elkészítsük a vacsoránkat. Nem valami bizalomgerjesztő ez a hely? Az illatokból ítélve szerintem nem lehet rossz. Ezt Bacchus küldi? Az esti spéci menü szerepel rajta. Ezek szerint vacsora vendégeink lesznek. Ezek mi vagyunk? Igen, Bacchus törp felfújtat akar vacsorára. Mi? Törp felfújtat? Ez minket akar? Menjünk innen. Hová igyekeztek? Sehová! Jobb is, ugyanis a mulatságnak vége, és ideje, hogy kifizessétek a számlát. A számlát? Azt hittük, ingyenes volt a mulatság. Ingyenes? Ha-ha! Mit képzeltek? Valakinek főznie kell rám, és fát kell vágnia, és füvet kell nyírnia. Értitek? És mivel ti túl kicsinyek vagytok az e fajta munkához, egyetlen hely marad a számotokra. Mégpedig a tányéromon. Ne hagyd, hogy meglógjanak! Igenis, főnök? Ne! Jaj! Úgy sem menekültök soha! Szellem, hallgass rám! Fújjon a szél, és tűnjön a nyár! Ereszel! Segítség! Várjatok meg, okoskolom így!
Jaj, okoska, ami, várjatok már meg, okoska! Segítség, szabadítsatok ki innen! Lusti! Lusti! Ne, kérlek, eresszetek el! Lusti! Kérlek, ne, eresszetek el! Lusti, már mindenütt kerestünk téged. Törpapa azt mondta, napnyugtára térjünk vissza. Késésben vagyunk. Úgy örülök, hogy látlak benneteket. Igazán? Törpjeim, remek! Törp időben készültünk föl a térre, és ebben mindannyian nagyon sokat segítettetek. Lusti, rajtad kívül már mindenki alszik. Téged még nem hívogat az álmok világa? Én már megjártam az álmok világát, törpapa, de jobb lesz, ha most egy időre ébren maradok. Gyerünk, törpök, húzzátok! Ki nem állhatom ezt a munkát? Megfognád a szerszámos ládámat? Hát persze, okoska. Jaj, nekem! Jaj, a lábam! Csak a hóvirágpor mulaszthatja el a dagadságot. Jaj, de az a laboratóriumomban van! Várj csak, törpapa, majd én elhozom neked! Ügyifogyi, ennek te vagy az oka, úgyhogy menj és hozd el azt a hóvirágport, ha nem akarod magadra haragítani törpapát! Ki a manóba? Már is megyek, törpapa, amilyen gyorsan csak... Most átveszem tőled, jó? Már is hozom, törpapa! De okoska, ez így nem igazságos. Na ezt már fújhatjuk. Ne búsulj, törpapa, majd én szerzek neked egy csomó hóvirágport. De csak egyetlen hóvirág van az egész törpkerekségen, és csak egyszer virágzik minden évben. Ha jól tudom, éppen mostanában. Mondd, merre találom, és én elhozom neked. Örülök, hogy segíteni akarsz, okoska. A hóvirág, amelyre szükségem van, fenn a jéghegy csúcsán virágzik. A jéghegy csúcsán! Ne feledjétek, törpök, a hóvirágot nem szabad letépni, csak a porát hozzátok el, mert csak így virágozhat minden évben újra és újra. Igenis, törpapa. Rajta, indulás! Sok szerencsét! Viszlát! Viszontlátásra! Jó utat! Bátorságotok gyümölcsöző lesz! Törperős, olyan szomjas vagyok, és vécére is kell mennem, és elfelejtettem beágyazni. Visszamehetek? Hagyd már abba, okoska! Itt nincs mitől félnünk. Ne félj már! Törperős, az az érzésem, hogy valaki figyel minket. Micsoda? Ugyan már, törpilla! Most valahogy nekem is bajós hangulatom támadt. Szerezzük meg gyorsan ezt a hóvirágport, és tűnjünk innen. Ó, nézzétek, ott van. Hát nem gyönyörű? Kíváncsi vagyok, milyen meglepetés vár ránk. Nézzétek, ez meg miféle üreg itt? Nem tudom. Talán jobb is, ha nem tudjuk, hogy mi ez. Szerezzük meg gyorsan ezt a virágport, és menjünk haza. Igen, arra, kicsit feljebb. Vigyázz! Húj, nem érem el. Én vagyok a legkönnyebb. Törperős, próbálj meg felemelni. Ez nagyon kockázatos. Talán jobb, ha... Várj, mindjárt meg vagy. Törpilla! Segíts!
Törpilla oda veszett. Sosem fogunk elfelejteni, Törpilla. Teljesítsük Törpilla utolsó kívánságát, és ezt vigyük el Törpapának. Jó, megyünk igazadva. A manóba, csapdába estünk. Csapdába? Jaj, tudtam előre, megmondhattam volna. Törpapa! Nyugodjatok meg, de tudatnunk kell Törpapával, hogy bajban vagyunk. Talán füstjeleket kellene adnunk. Oh, nem értem, hol lehetnek, már régen vissza kellett volna jönniük. Abba hagynám végre. Igenis, Törpapa. Törpapa, nézd! Ezek füstjelek a jéghegyről. Bajban vannak a törpök, gyorsan egy szánkót! Kérlek szépen, eressz el! Kérlek! Most már az enyém vagy. Kérlek, ne tarts fogságban! Vissza akarok menni a barátaimhoz! Nem mész sehová, te az enyém vagy. Ide figyelj, nekem semmi közöm hozzád és ehhez az egész helyhez, úgyhogy eresz. Ne sírj már, köszönöm az ajándékodat, de tudod, én itt majd meg vagyok. Tessék, ez a tiéd. Köszönöm, de én majd meghalok az éjségtől. Várj, kapsz tőlem valamit. Ó, én egy jégcsaptól nem fogok jól lakni. Igen, na várj. Bárcsak itt lenne Törpapa. Ó, bárcsak itt lenne Törpapa. És Törpilla. Jaj! Jaj! Fussatok, törpök, fussatok! Futunk, futunk! Jaj! Most aztán tényleg dühös? Teljesen be vagyunk kerítve. Nincs mese, fel kell vennünk a harcot. Gyerünk, dobáljuk meg! Menjünk! Hadd minket békén! Remek törpjeim, mindjárt odaérünk! Állj! Itt szokott virágzani a hóvirág. De eltűnt. És a törpiek is eltűntek. Az itt látható nyomokból ítélve, hógörgetek söpörhette el szegény törpikéinket. Szegény kis hami, törpé már nem halljuk gyomrának korgását. És az a balga ügyi fogyi sem teheti törpé tönkre a másik lábamat. Segítség, segítség, segítség! Ezek a mieink lesznek, életben vannak! Segítség! Törpilla is él! Törpapa! De jó, hogy végre látunk! Tessék, itt a virág, Törpapa, amit kértél. Törpompás, most pedig keressük meg Törpillát, remélem bírni fogja a lábam. Segítség! Segítség! Segítsen már valaki! Szégyen magam! Ez az én játékom! Ó, köszönöm, hófaló! Másodszor mentetted meg az életemet! Mi történt a lábattal? A törpök bántottak, azok ott! Itt a hófaló! A törpillának is itt kell lennie. Most elkapjuk a bestiát!
Hagyjátok abba, megijesztettétek. Ez a hófaló nem gonosz, csak magányos. Azt akarja, hogy vele maradjak. Hófaló, nem akarunk bántani. Ez a virágpor meggyógyítja a fájós lábadat. Látod, ez a virág csak a hó és a fagy világában tud létezni, Törpilla pedig csak meleg otthonában él meg Apraja falvában. Tudod, egyedi virágszál ez akár csak Törpilla. De ez a virágszál már nem él Törpé. De igen, de igen! Na, mennyi virág! Csodálatos! Vigyetek csak belőle! Csak annyit vigyetek, amennyire szükségünk van! Köszönjük, hogy megosztottad velünk a virágaidat. Jövőre is visszatérhetünk a virágzás idején? Igen, persze. Akkor ezek szerint minden évben újra találkozhatunk. Buszi! Viszontlátásra! Ma azokat a törpöket ünnepeljük, akik életük kockáztatásával szerezték meg a hóvirágot. Isten hozott titeket! Isten hozott titeket! Már azt hittük, meghaltatok! A léhéktől majdnem. Kérsz még tortát? És ápolsz a szörpet? Ugye nem baj, ha még kérek. Van egy meglepetésem a számodra, törpapa. Mindezek ellenére azért már jó visszatérni a hétköznapokba. Figyeljetek ide, csak a hibátlanokat szedjétek le. Erről csak egyféleképpen szerezhetünk bizonyságot. Ez jó, de még nem törpéletes. Kell neki még néhány hét. Ami, ne edd az áfonyát, hanem csak szedd, jó? Nézd, mit csinál Ügyi-fugyi és Duli-fuli. Utálok fel lenni, és utálok len lenni. Jaj, itt sohasem fogunk kijutni innen. Milyen igaza van, ugye, Siam Miau? Igen, igaza van. Jól van, törpök. Ez az utolsó bokrunk. Hé, itt még van kettő. Vajon érettek-e? Ez hókuszpók! Meneküljetek! Utálom hókuszpókot. Utálok! Fogd el őket, Siam Miau! Siam Miau meg fog lepődni. Siam Miau, egyszer úgyis lábpörlőt csinálok belőled. Hé, ezek még mindig a nyomunkban vannak. Gyorsabban! Siam Miau, gyorsabban! Szerintem kezdenek fáradni. Nem ők az egyetlenek. Én már nem bírom, Siam Miau. Én sem bírom, jaj, ha 10 évvel fiatalabb lenni, elkapnám a kis nyomorultakat. Törpjeim, mit törpént? Hókuszpók és Siam Miau üldözőbe vett bennünket, de mi megszöktünk. Szerencséjük, mert szétlapítottam volna őket. De ott kellett hagynunk az összes áfonyánkat. Látjátok, az óvatlanság nem vezet jóra. Ezt már 1000-szer megmondtam nektek. Én nem akartam semmi rosszat. Na, ettől mindannyian felvidultok. Mennyi áfonya? Törpapa, de hisz ez a te egyéni tartalékadagod. Örülök, hogy megoszthatom veletek. De különben sem vagyok annyira éhes.
Jó étvágyat, nekem most dolgom van. Törpapa, tényleg nagyon rendes vagy? Igen, olyan sokat tesz értünk. Bár csak mi is a kedvébe járhatnánk. Vajon mit tehetnénk érte? Van egy ötletem. Láttam egy listát a kedvenc dolgairól. Ó, igazán? És hol? Törpapa egyik könyvében. Gyertek, megmutatom. Utálom a listákat. Törpapát viszont szeretem. Ez lesz az. Vagy mégsem. Talán ez. Talán ez? Tudtam, hogy fölöslegesen vesztegetjük az időt. Igen, micsoda időveszteség. Egészen bizonyos vagyok benne, hogy ez az... Kedvenc dolgaim. Ez itt valóban törpapa kézírása. Jól van, úgy fogy, te találtad meg. Nekem is csak egy hajszálom múlott. Lássuk csak, vidám dalok, költészet. Szép festmények, illatos virágok, valamint friss erdei saláta csipkegombával. Akkor én most elmegyek virágot szedni. Így készítek salátát. Segítünk, Hami. Én majd felügyelek rátok. Törpapa mindig azt mondja, egy csapat kapitány nélkül olyan, mint egy vitorlás vitorla nélkül. Úgyhogy... Hé, várjatok meg! Most már csak a csiperke gomba hiányzik. Pedig már mindenütt kerestük. Kell, hogy legyen itt egy barlang. Felelőtlenek vagytok. Törpapa mindig azt mondja, hogy a törp ne sétáljon be meggondolatlanul semmilyen barlangba, mert az nagyon veszélyes és ijesztő lehet. Jaj! Segítség! Na, mi van, okoska? Berezeltél? Á, dehogy! Törpapának azt hiszem, igaza volt. Nézd ezt a sok pompás gombát! Ide nézzetek! Milyen törpös ez a kis tó, és milyen szépek a virágok! Láttátok ezt? Ivott a vízből, és megfiatalodott. Törpompás ajándék lenne ez törpapának! A fiatalság visszatérhetett! Ennyi elég is lesz. Ez itt az én faham. És ti birtokháborítók vagytok. Ez egy kobold. Tegyél már le. Hogy tegyelek le, kérések harancs. Benetesen undok vagy, mi csak egy kis vizet akartunk. Senki nem merhet vizet a tavamból, anélkül, hogy ajándékot ne adna. Hát ez törpilletesen érthető, úgyhogy mi már itt sem vagyunk. Ezt elfogadom ajándékként. Várj, ez törpapáé. Mostantól már az enyém. Azonnal add vissza. Tessék, merhetsz a vízből. Tényleg, a víz. Csak mértékkel. Ilyes, törpelős. Törpelős, várj! Te meg mit akarsz? Hoztam neked egy kis meglepetést. Ezt még megkeserülitek. Hűha! Nehogy felébresszük törpapát. Igaza van. Psz. Add tovább. Mit csináltok? Fel akarjátok ébreszteni törpapát? Gyorsan pakoljunk össze. Hadd segítsek neked, törperős. Kösz, törpapa. Törpapa! Csak tudnám, mit csináltok itt ének idején, törpjeim. Ne fáradj, törpapa. Várjatok majd én. Mindenki végezze a maga dolgát. Mellesleg, mi van a zsákokban, há? Meglepetés. Tudod, úgy érti, hogy egy kis meglepetést hoztunk. De megszomjaztam. Tessék, törpapa.
ez a víz már teljesen poshat, törpapa. Hozok neked egy kis frisset, rendben van? Ugyan már jó nekem ez is. Visszamegyek, szundítok egyet, bizony már elmúltam 20 éves. De még megfiatalodhatsz. Furcsa, megitt a vizet és semmi eredménye. Az a kobold becsapott minket, és ráadásul törpapa könyvét is elvette. Kíváncsi vagyok, vajon dühös lesz-e törpapa, ha majd rájön? Talán halmozzuk el meglepetésekkel, akkor nem lesz dühös. Na, ebben nem vagyok annyira biztos. Felkészültetek? Igen, készen vagyunk. Már jön is. 1, 2, 3. Itt a meglepetés, törpapa! Törpapa! Hello, törpapa! Törpapa! Én vagyok az. Gyertek törplabdázni. Nagyon ügyes vagy. Dobd vissza. A manóba hatásos volt a víz. Túl sokat ivott belőle. Törpegek, mit tettünk? Nagy bajban leszünk, ha törpapa nem irányít bennünket. Megvan! Hű, de törpös ötletem támadt most! Add csak ide a törpujádat! Játszani, játszani! Csak játszani! Máson se jár törpapa esze! Meglátjátok, ha majd én beszélek vele, rám biztosan... Hé, törpök, miért lógatjátok az orrotokat? Tudod, törpapa, nagyon nagy bajban vagyunk. Mégpedig miattad? Amiatt, aki mondja! A manóba, olyan gyerek még. Nem tudom, mi lesz velünk vezető nélkül. Nincs kedvetek velem játszani. Figyeljetek! Álljatok fél lábon és ugrándozzatok. Ne bámuljatok, csináljátok! Csináljuk, amíg nem találjuk ki, hogy mit évők legyünk. Most ugráljatok csípőretet kézzel! Ugorjatok bele a sárba! Ki nem állhatom a sarat? Ez teljesen nevetséges. Bárcsak visszaváltoztathatnánk törpapát. Keresek valami varázsszert a laboratóriumban. Legalábbis megpróbálhatnád. Mondtam, hogy meg fogom találni. Fiatalság elleni varázsszer, lásd 29-es kötet. Te! Ez eltűnt. Hiha, akkor ezt vette el a kobold. Mindenáron vissza kell szereznünk. Hú. Veletek mehetek? Na, hadd menjek. Nem jöhetsz velünk, mert te még túl kicsi vagy. Ezzel teljesen egyetértek. Törpapára még felügyelni kell, és erre én vagyok a legalkalmasabb. Nem is tudom, mi a rosszabb. Ha itt hagyunk, vagy ha magunkkal viszünk. Az sokkal rosszabb, ha magatokkal visztek. Ezek szerint maradhatok? Maradhatsz, de ügyi-fogyi majd figyel rád, hogyan felügyelsz törpapára. Ez a feladat nem lehet olyan veszélyes, mint szembeszállni azzal a szörnyű kobolddal. Mire megnövök, megtanulok varázsolni, az egyszer biztos. Hé, ez nem igazság? Ki zárt ki engem? Oda nem mehetsz be, törpapa, mert a törpi fiancoknak nem szabad. Jól van. Akkor inkább bujócskázzunk, jó? Te vagy a hunyó. Csukd be a szemed és számolj 1000-ig. 1000-ig? Miért? Nem tudsz 1000-ig számolni? Dehogy is nem. Nem is tudsz. De tudok. Nem tudsz. De... Nem. Majd megmutatom neked, te kis pimasz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Most a törpiek után megyek. 58, 59, 60. Hú, te, okoska, törpapácska elmentik. Ne segíts, ügyi-fogyi. 61, 62. De hát okoska, mi lesz, ha törpapácska eltéved? Az a lényeg, hogy eltévedjen. Én pedig megkeresem. Bujócskázunk, tudod? De már nem tudom, hol tartottam.
Jaj, ne haragudj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ott van. Most menjünk, amíg alszik. Én nem félek tőle. Jaj, valahol erre kell lennie. Talán ezt keresitek. Ha? Ez a könyv most már az enyém, és nem sokára ti is az enyémek lesztek. Nem veszik a miénk! Nem fogtok meglógni. Lehet, hogy igaza van. Engedj minket szabadon, kedves kobold. Nem mehettek el, míg ajándékot nem adtak. Nem hoztunk magunkkal semmit. Én hoztam. Másodszor már nem fogsz átverni. Dehogy nyerlek át. Nézd ide. Olyan tölpös kis ajándékez, de ha nem akarod, persze nekem mindegy. Ide vele, hadd lássam. Imádom a meglepetéseket. Ki hozta el a könyvet? Könyvet? Amanó mindenit. Na, ne nézz így rám. Nem hiszem, hogy még egyszer meg tudom tréfálni ezt a koboldot. Törpapa túl tudja járni az eszén. Talán. Más varázslót nem ismerünk. Az nem is olyan biztos. Hókusz-pókusz-pókusz-pókusz. Olyan jó itt, cicus a hangulat. Vár ránk itt a sok finom jó falat. Csüggedni semmiképp sem szabad. Ki kell várni azt a halat. Szia, cicuska! Jaj. Nem jártak erre törpök? Lehet, hogy nem kell éhe maradnom. Azt mondtad, törpök? Igen, törpök. Mondd, te kobold vagy? Kobold? Ó, nem. Én csak egy barátságos varázsló vagyok. Tényleg? Különben túl ronda vagy ahhoz, hogy kobold legyél. Tegis pibasz! Szia, mi a gó? Kapd el! Játszani akartál, cicus? Engem nem kapsz el. Nehogy meglógjon! Hé, dehogy vagy te barátságos! Fogd be a szád, te vakarcs! Elkaplak! Nesze! Nem menekülsz! Jaj! Úgy sem menekülsz! Te kisebb vakaré! Remélem, nem találkozom soha többi egyetlen törppel sem. Én is remélem. Hókuszpók! Már megint a törpök. Menjetek innen. Öreg vagyok én már ahhoz, hogy állandóan titeket üldözzelek. Ezen könnyen segíthetünk, Hókuszpók. És mondjátok, hogyan? Ismerünk egy forrást, amelynek a vize megfiatalít. Komolyan? Ti megtaláltátok az ifjúság forrását? Igen, elvezetünk oda, ha akarod. A megígéret, hogy visszaszerzed a kobolttól a könyvünket. De honnan tudhatnám biztosan, hogy létezik az a forrás? Van rá bizonyíték? Hát, nem is tudom. Sziasztok! 1000 éve nem láttalak titeket. Ha, ez az öreg varázsló üldözött engem. Fogjuk meg! Várj, törpapa, szükségünk van rá. Törpapa? Ez itt törpapa? Akkor igazat mondtatok. Hé, azt hiszed, csak úgy szorongathatsz? Tegyél le! Olyat szorongass, aki akkora nagy marha, mint te! Jó, visszaszerzem a könyveteket. Csak vigyetek el az ifjúság forrásához. Tessék, a forrás arra van. És a kobold is. Az én eszemen úgy sem tud túljárni. Mindjárt visszaszerzem a könyveteket. Meg se kérdezte, hol van elrejtve a könyv? Benne nem bízhattok. Ez teljesen egyértelmű. Igazad van, törpapa. De lehet, hogy akaratán kívül fog segíteni. Gyerünk!
A koboldnak semmi nyoma. Nagyon könnyű dolgom lesz. Könnyű lesz? Aki vizet akar inni, ajándékot kell, hogy adjon. Ajándékot? Ajándékot? Hát persze, persze, itt van valahol. Itt van. Pillanatokon belül ártalmatlan béka lesz belőled. Jaj, béka! Jaj, itt valami nincs rendben. Szépséges pillangóvá változtattalak. Sosem láttam ilyen buta varázslót. Ezért kértük a segítségét. Menjünk gyorsan a könyvért. Jól van, te akartad! Na végre, kipurcant! Nem purcant ki! Így még mindig nem vagyunk elég magasak. Talán, ha törpapa a válladra áll a törpilla. Törpapa! Törpapa! Itt vagyok! És itt a könyvetek! Ne félj, törpapa! Én vagyok! Vigyázzatok! Jaj, mindjárt ide ér! Gyorsan, szaladj, szaladj! Látod, törpapa, mi csak meg akartunk téged fiatalítani. Meglepetésként. De most már túl fiatal vagy, és nem tudsz minket irányítani. Ezek szerint, ha megnövök, én a törpök vezére leszek? Igen, ami egyetlen törpapánk. Akkor rajta! Mire várunk? Már elég régóta bent van. Nagyon remélem, hogy tudja, mit csinál. Törpegek! Törpapa, jól vagy? Törpapa! Köszöntelek benneteket, törpjeim! Törpapa, annyira örülök, hogy újra öreg vagy! Hurrá, törpapa! Hát azért annyira nem vagyok öreg. 999 és 1000. Aki bújt, aki nem megyek. Okoska, törpapa arra van. Mondtam már, hogy ne áruld el, hogy hová bújt. Akár fel is adhatod, törpapa. Okoska, ezt én nem fogsz túljárni. Jaj, de nagyon jó ez. Gyere, Ildi Fogyi, lökjél meg egy kicsit. Rögtön, Okoska, már is jövök. Jaj! Kösz szépen, Ildifogyi. Biztos vagyok benne, hogy hintázás közben mindig emlékezni fogok rád. Gyere csak, törperős, engem is meglöknél egy kicsit. Hát persze, Ami. Jaj, szegény, nem esett bajod, Ami? Neki kutya baja, a hinta viszont leszakadt. Persze, hiszen olyan ocska már ez a kötél. Talán inkább te vagy súlyos, Amikám. Sziasztok, törpök! Jövök! Ó, törpegek, így nem láthatom magam a tükörben. Hová lett a szép tiszta vízünk? Na, most aztán megtanulhatunk a sárban úszni. Én imádom a sarat, olyan finom, meleg és olyan puha. Ahó, szia, legyecske. Akarsz sárfürdőt venni? Olyan kövér vagy, hogy törpe veszed minden szórakozásunkat. Ne haragudj rám, én igazán nem akartam. Most már igazán ideje, hogy fogyók urász. Igen. Törpapa! 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 Hamikám, neked meg mi bajom? A törpiek azt mondják, hogy túl kövér vagyok. Ne izgass magad, Hamikám! Ülj le szépen és mondd el, miért mondták ezt.
Látod, törpapa? Látod, mennyire súlyos? Lezakadt alatta a hintán. És töpredett az úszómedencét. Ne haragudjatok, törpikéim, azt hiszem jobb lesz, hogyha négy szem köz beszéljük meg ezt, ami van. De legalább vedd rá, hogy fogyókúrázott, törpapa. Sajnos a mérleg nem hazudik, ha mi te tényleg nagyon súlyos vagy. Egy kis új fölöslektől a több világon semmi bajom. Hagyd már abban, nagyon egészségtelen, amit csinálsz. Elég a kifogásokból, holnapból kezdve fogyókúrára foglak, és rendszeresen kell tornáznod is. Ráadásul el fogom kobozni az összes tortádat, pudingodat és áfonyakrémes süteményedet. Értem, törpapa. Ezzel aztán elveszed tőlem az egyetlen örömömet. Amikám, gondolkodj! Még hogy vagyok, uram, micsoda badarság? Mi az? Gyerünk, Hamikám, ébresztő, már a hasadra süt a nap, szép jó reggelt! Ne lustál, hogy annyit, ideje, hogy hozzáfogjál a diétás reggelidhez. Azt mondtam, a diétás reggelidhez. Hé, hát te meg mit csinálsz? Törpapa megbízott, hogy ellenőrizzelek, mit eszel, és ez az adag sütemény túllépi a kalória határt. Ezekből egy falatot sem ehetsz. Tessék, Hami, itt a reggelid, finom. Csak itt ott a jobb lényemre van, mint a sárgarépa. Fáradt vagyok, nem gondolod, hogy ez már elég lesz mára? Ez csak egy volt. Igen, és egy majdnem sikerült. Próbálkozz tovább, Hami. Törpapa megbízott, hogy legyek a tornatanárod, de azt tudnod kell, hogy mellettem nem lazsálhat. Lehet, hogy ebbe én fogok beletörpülni. Olyan éhes vagyok már, hogy majdnem beletörpülök. Spenótleves buzacsírával és buzakorpával dúsítva. Törpisztikusan hangzik, nem gondolod? Nem is olyan rossz. Mi lesz a desszert? Spenótleves buzacsírával és buzakorpával dúsítva. Nem vagy, hogy is kifogok rajtatok. Ó, törpanyám, a süteményeim. Jaj, mindent elvittek. Egy darabot se hagytak. Majd mi lesz velem? Már pedig én nem tudok meglenni édesség nélkül. Lekedveltem közmondásom, amit ha megehetsz, ne halaszd holnapra. Az idén fantörpikus volt a termés, igaz? Milyen érdekes, ennél valahogy sokkal többre emlékeztem. Jó reggelt, törpapa! Jó reggelt, Hamikám! Hogy állsz a fogyókúráddal? Ó, remekül, törpapa, igazán remekül, jobban nem is mehetne. Most aztán jól hegyezd a füledet és mereszkesd a szemeidet, Siamiau! Finom élet távonya! Jaj, fúj! Jaj, Hami, ugye milyen könnyen megy a szünet, ha a törp jó formában van? Ó, igen, könnyen megy. Törpapa mindig azt mondja, hogy épp törp testben, épp törp lélek szükségeltetik, és ez azért van, mert... Hihel csak ezt a durzsolást. Szerintem nagyon közel lehetek. Hami, jó lenne, ha leszállnál rólam, már alig kapok levegőt. Jaj, már belőlem is teljesen kiszorítottad. Olyan súlyos vagy, mint egy elefánt, nem fogytál semmit. Az a helyzet, hogy nem fogytam, mert csaltam. Hogy tehettél ilyet, Hami? Szép, most aztán megnézheted magad. És már is kezd el törpni a fejedet, hogy mit mondasz majd törpapának. Most aztán nem menekültök a karmaim közül, ti nyavarult kis törpörlögek. Rohanjatok, melegüljetek! Gyorsabban, Hami, szedd a lábad! Majd összetörpöm magam, hogy unálom. Most már fáj! Hát ez bizony nem sok, de egy törp csak is jobb, mint semmi. Nem igaz, cicus? Jaj, nekem.
Ami túlságosan lassan futott, így ez a konosz hókuszpók elkapta szegény. Pedig én mindent megtettem, hogy edzett legyen. Én pedig ügyeltem a fogyó kúrás étrendjére. Az az érzésem, hogy Hami lóvá tett bennünket. Törpapa, szerinted most mit kellene tennünk? Ki kell szabadítanunk Hamit, de ehhez szükségem van néhány dologra a varázsszereim közül. Ó, az az átkozott fadörzs. Az nem lett volna egész, tucatnyi törpücseket kaparítottam volna meg. De talán az is megteszi, ha ezt a víznek is jószágot lassacskán. Felhízlalom egy kicsit, hát ha szereti az édességet. Na nézzük csak. A halálra ítélteknek is megengedik, hogy egy utolsót halatozzanak kedvükre. Remélem, lesz elég időm, hogy megegyem az összes üteményt, mielőtt törpapáik eljönnek, értem, hogy megbejtsenek. Nagyon finom. Nagyon. Ezek szerint gyarapodnak, amit a súlyod. De most már én is megéheztem, igen ám. Törpapa, segíts! Én semmiféle mozgást nem látok. Igen, gyanúsan csöndes minden. Ó, törpegek, ez csak nem azt jelenti, hogy Hamit esetleg... Csend legyen. Hé, nézzétek, itt nincs senki. Nyomozást indíts! Én valami nagyon finom szagot érzek. Borsot, krumplit, paprikát, paradicsomot. Ilyesmi illata van a pörköltnek. És onnan jön. Mint a pörköltnek? Ó, törpegek, szegény jó Hamika! Siessetek, egy percet sem veszthetünk, a szag után menjetek. Mindjárt elkészül a sziamjahú, és nem sokára elkészül a törpi pecsenye is. Segítség! Segítség! Törpapa, segíts! Csönd legyen, nyugos már te kis pontó! Úgysem menekülsz, jobb, ha most már ebbe belenyugszol. Jaj, szegény, azt hiszem épp időben érkeztünk. Na most aztán Haminak tényleg melege lehet. Most egy kicsit megváltoztatjuk hókuszpók étkezési szokásait. Nem is tudom, mikor ettünk utoljára ilyen finomat. Ó, milyen csodás sárga répákat látok. Ó, mindig is imádtam a sárga répát, és a fincsi burgonyát, és a fehér répát. Éhesebbek, mint valaha, de csak a zöldségekre fenik a fogukat. Ideje, hogy munkához lássunk. Elindettem, hova állat, ezek itt az én krumpliaim. Teljesen össze vagyok már törpve. Erezd már el a répámat, te nyomorult! Ez a legutolsó répánk! Igyekezzetek, törpikéim, mert nem sokára elmúlik a varázspor hatása, és akkor végünk van! Gyorsan erezd el a répámat, különben lábtörlőt csinálok belőled! Taj! Ennek iszonyú íze van! Mit keres itt ez a répa kezemben? Taj! Sajnos már nem hat a varázsszer, siessetek! Tudod, mire vágyom igazán, Cézuskám? Egy jó kis törpi pecsenyére. Te jó ég, hová tűnhetett a törpikénk? Megszökött! Gyerünk, Siamiaú, meg kell találnunk még, mielőtt éhen pusztulok! Oda rész, Cézus! Újabb törpikéket látok! Szedjétek a lábatokat! Jaj, ha az a gonosz fókuszmók megkaparít minket, akkor örökre végünk! Törpapa, figyelj! Eszembe jutott valami! Kötözzetek! Igazán nem értem, hogy hová tűnhettek. Ott vannak! Innen már csak pár lépés, és megvannak! Innen most már nem menekülsz, te nyavajás törpöldök! Már pedig engem nem fogsz elkapni, hókuszpók, ha beleszöldösz, akkor se te ronda, gonosz varázsló! Nézd csak, még hogy nem foglak elkapni. Na most figyelj, picikém! Ó, oh, te szerencsétlen nyomorult állat, te vigyázz, én szétcincállak! Egy szép napon, édes kicsicám! Egy szép napon úgy is elkapom ezeket a nyomorultakat! Törpikéim, az idén fantörpikus termésünk volt! Ilyen gyönyörűen még sosem teltek meg a kosaraim! És én még sohasem éreztem magam ilyen könnyűnek és erősnek! Ezért talán azt akarod mondani, hogy már nem hiányoznak a finom csoki torták, pudingok és lekvárok? Hm? Azért ez enyhe túlzás, de a súlyfölösleg az nem hiányzik. Nézd csak, Hamikám, tessék, van egy kis ajándékom a számodra. Ó, ez aztán tényleg csodálatos ajándék. Emeletes áfonyakrém torta. Köszönöm, azaz köszönöm szépen, de nem kérem, mert ha már ideig sikerült eljutnom, oda nézzetek! Szerintetek ott nem egy ritka áfonya madár repül? Ó, sem. Ne viccelj! Ajj, ajj, ajj!
Igazad van. Hurrá! Gyönyörű virágokat fogok szedni. Én meg egy vadonatúj meglepetést tartogatok minden törpnek. Szia, Hami! Biztos nem jössz velünk kirándulni? Nem mehetek. A holnapi ünnepségre még 100 süteményt meg kell sütnöm. Tessék, okoska, egy kis meglepetést. Milyen kedves! Törpapa azt mondja, hogy adni jobb, mint kapni, mert nem az a fontos, hogy mit ad a törp, hanem a jó szándék. Törpapának igaza van, tényleg jobb adni, mint kapni. Oh, milyen nyugodt, szép hely ez. Oh, jaj, mi történt? Ez egy emberi nyíl. Vár, törperős, elújtó! Ügyi-fogyi, vigyázz azzal a vízzel! Kösz, ügyi-fogyi! Ügyi-fogyi! Csatáznak az emberek! Hiszen jobb lesz, ha elhúzzuk innen a törp. Figyelmeztetünk el a többieket. Nem is húzzunk haza. Süti, süti, ezer süti, hami eszi, hami süti. Legyen ecset, legyen vásza, nekem nincs más kívánságom. Régen láttam ilyen boldognak a törpöket. Oh, segítség! Mi az? Mi történt? Csatáznak az emberek! Csatáznak az emberek! Jaj, a tükröm! A festményem! Az okos fejem! A sütikém! Riadó! Riadó! Fújjatok az ürge lyukakba és a faódukba! Igen, papa! Ki nem állatom az odukat és a lyukakat? Most minden törp maradjon csendben! Törp papa ilyenkor mindig... Süteményeim, a gyönyörű süteményeim. Jaj, a gombaházikom. Kilencvennyolc, kilencvenkilenc, száz. Sajnos apraja falva romba dőlt, de minden törp él. De hol fogunk élni ezután? És mi lesz a tükrömmel, törpapa? Törpnyit se ér az életem nélküle. Az enyém se a konyhám nélkül. Most kedvem van. Álmos vagyok. Én szomjas, de miből igyak? Összetaposták a kertemet. Bosszút fogok állni. Ki nem állhatom a bosszút? Mi az a bosszú? Bosszút állni, azt nem, kis törpjeim. Igaz, a háború szörnyű dolog. De a katonák nem vették észre a mi falunkat. De miért háborúznak az emberek, törpapa? Azt nem tudom, ügyi-fogyi. Sajnos valami okot mindig találnak rá. De most föl kell építenünk apraja falvát.
Nagyon jól dolgozol, ha így haladunk, nem sokára készen leszünk. Élesítsd a gerebjét, fogaszd a fűrészt, fésüld ki az ecsetet, smirglizd a falat! Törpapa mindig azt mondja, hogy az elégedettség kulcsa a munka, és ahhoz, hogy minden törp elégedett legyen, az kell... Itt az idő, törpök, gyertek, szögeljetek, meszeljetek. Ha minden törp mindent megtesz, új falunk a szemnél szebb lesz. Te mit teszel ezért, költörp? Ő így próbál segíteni, törperős. Jó, ezt én is tudom, törpilla. Sajnos az én meglepetéseimet is széttaposták a lovak. Ó, én is mindenemet elvesztettem. Mindannyian. Nézd, szegény Hami mit csinál. Szabad tűznél kell főznie. Szép facsaró látvány. Jaj, a szájsüteményem. Mind oda van. Ezt vissza kéne fizetnünk nekik. Kiknek? Az embereknek. Az embereknek? Az embereknek? De mi csak 3 alma magasak vagyunk. Ő pedig legalább 50 vagy 60 vagy... Az nem számít, törpilla. Bosszút tudnánk állni. Én láttam, merre mentek el. Vigyünk magunkkal még pár törpöt. És valami jó kis meglepetés külön erre az alkalomra. Jó, én is kitalálok valamit. Ha-hó, törpök! Hívtál, törpilla! Látjátok? Mondtam, hogy erre jöttek. Igen, de mit csinálnak, ha rájuk törpedünk? Jól, Móresre tanítjuk őket. Psz. Ott vannak, most mi lesz? Szabadon engedjük a lovaikat. Szabadon engedjük a lovaikat. Szabadon engedjük a lovaikat. Jól csináltad, törpilla. Akkor munkára! Azt hiszem, eljött az ideje az én meglepetésemnek is. A meglepetéseket? Mondd csak, tréfikém, ez most felrobban vagy nem? Felrobban, ha megrántom a zsinórt. Hé, a lovak! Elszabadultak! Nem tudsz vigyázni! Gyertek vissza! Ó, egész finom! Jól vagytok? Nincs semmi bajotok? Ügyi, húzd ki minket innen! Na, te siessünk, még nagyon sok időnk van. Álljatok egymás hátára, gyorsan! Aj, ez így nem megy, Ügyi! Várjatok, kiszabadítalak benneteket! Valaki eloldozta a lovakat! De uram, én senkit sem láttam! Ki! Fölkelés, kis törpjeim! Nagyon sok munkánk lesz ma. Tovább építjük a házakat. Újra el kell vetnünk a magokat. Munkára, kicsi törpjeim! Törpapa, törpapa! Szörnyű dolog történt! Mi az a szörnyű dolog? Megreckéztettük el az embereket! Az embereket? Az embereket? Így melegen sokkal finomabb. Hami, hogy tudsz most is csak az evésre gondolni? Jaj, mi történik velem? Ezt úgy hívják forrás. Forrás? Egy folyadék akkor forr, ha eléri a 100 fokot. Például ez a gulyásleves. 10 perc múlva már lobogva forrni fog. Most sietni ez a lényeg, hogy megmentjük szegénykéket. Nagyon főhet most a fejük. Leves tészta lesz belőlük.
Nincs veszteni való időnk. Remélem, ezek nem gonosz emberek. Itt várjatok, majd én beszélek velük. Végre sikerült elkapnunk a lovakat. Jó, akkor kössétek meg őket, aztán eszünk. Hé, a lovak elszöktek! Utánuk! Ide hozzám! Fogd meg a lovat! Ne hagyd, hogy elszökjön! Húzd meg! Húzd meg! Amíg ti a bosszún törtétek a fejeteket, addig a többiek szorgalmasan dolgoztak, pedig minden kézre szükségünk van. Pontosan úgy viselkedtetek, mint az emberek. Kivele mit tudtok fölhozni a mentségetekre? Én vagyok a hibás, az én ötletem volt. Én vagyok a hibás, az én ötletem volt. Én vagyok a hibás, törpapa. Én csináltam a meglepetést. Nem érdekel, kinek az ötlete volt. Mindannyian hibásak vagytok. De ebből remélem tanultatok végre. Tanultunk, törpapa. Akkor jó, gyerünk ebédelni. Azután folytatjuk a munkát. Törpapa, és mi lesz ebédre? Nem tudom, szakadka főzött. Gulyásleves lesz. Gulyásleves! Hé, mi bajotok van, törpök? Valami rosszat mondtam? Igen! Honnan tudhattam volna, hogy nem szeretik a gulyáslevest?